Egy állatotthon számára legfontosabb, hogy biztosítani tudja lakói számára az alapvető életfeltételeket. A kormányhivatal munkatársai, valamint a Transit Food Kft. És a Kelet-Alfiker Kft. Az Állatok Világnapja kapcsán szervezett jótékonysági gyűjtés alkalmából több hónapra biztosította a kutyák élelmezését. A kormányhivatal segítségével nagyon komoly mennyiségű állatelhez jutunk, de ki kell emelnem azt is, hogy nagyon sok az önkéntes adakozó, és az önkormányzat is folyamatosan ott áll a menhely mögött. Ezt a menhelyet egyébként 2012-ben adtuk át és adtuk el a Bixének, aki nagyon jó gazdája, mind az ebeknek, mindennek az intézménynek. Ez egy régi lőtér volt, és így hasznosítottuk ezt az ingatlanunkat. Román István kormány megbízott sem érkezett üres kézzel az oltalom állatotthonba. A kormányhivatal különösen nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra és az állatvédelemre. Felhívással fordultunk a munkatársaink irányába, és az a jó hír, hogy összesen 3,5 tonna élelmiszer gyűlt össze. Ennek egy részét, 1 tonnát a Transit Food Kft. Biztosított, 1,2 tonnát a Kelet-Afriker Kft. És a 1,3 tonnát az pedig a mi kollégáink adományából raktunk. Köszönöm, hogy örülök annak, hogy a gazdasági életszereplő is megmozdultak a kollégák mellett. Ez már egy olyan mennyiségű élelmiszer, amivel sok kutyusnak, cicának az ellátásáról tudunk gondoskodni. A több tonnás élelmiszercsomag felajánlás példátlan összefogás eredménye. Nagyon nagy segítséget jelentett a kormányhivatal támogatása, főleg a téli időszakra és a koronavírusra. Ilyenkor ugye leálltak például a vészhelyzet esetén, leálltak a konyhák, és nem volt az ételmaradékbeszállítás megszűnt, és pont az a támogatás, amit kaptunk, a száraz ételek, az nagyon fontos a téli időszakra, hogy ez bekerüljön a menhelyre. Ez köszönet a kormányhivatalnak, a kormánybiztos úrnak is a támogatásért. Amiben elmaradásunk van magunkhoz képest, az, hogy ugye ez már egy 8 éves menhely, és a használat az látszik rajta, és hogy például a keneleink nagyon rossz állapotban vannak. Az oltalom állatotthon évek óta lát el állat- és környezetvédelmi, valamint állategészségügyi feladatokat a megyében. Folyamatosan teljes kapacitáson működnek. Figyelemfelhívó kampányaik, rendezvényeik, toborzásuk mellett naponta fogadnak új állatokat, így minden segítséget szívesen fogadnak.